úgynevezett babos káposzta készült a Bográcsban. Tamásiban 23. alkalommal rendezték meg a Bogrács mestere főzőversenyt. A megmérettetésen többek között helyi civil szervezetek, munkahelyi csoportok és baráti társaságok indultak. 92-en fognak enni ebből. Ebben még babos káposzta lesz, ebben még jön a káposzta, meg hozzuk bele a babot. Úgyhogy ez ilyen, amikor ilyen puposan lesz, akkor lesz kész. A babos káposztát mi úgy készítjük, hogy van benne köröm, csülök, akkor combhús, ezt az egészet megfőzzük egy pörköltnek, azzal a különbséggel, hogy teszünk bele elég sok paradicsomot, meg paprikát, zöld paprikát is, egy kis erőset, aztán csomborral ízesítjük, meg tesszük bele a babalevelet, ezt megfőzzük, rátesszük a savanyú káposztát, egy picit kimossuk, hogy ne legyen túl savanyú, majd megkóstoljuk, ha egy picit savanyú lenne, akkor egy kis cukrot is teszünk hozzá, és a végén meg beletesszük a megfőtt babot. Azért főzzük előre, hogy ne törjön össze, hanem szép egybe maradjon a bab benne. Amióta főznek Tamásiban, mi azóta minden évben főzünk, és mindig mi főzzük a legnagyobb kondérral. A legtöbbeket természetesen nem a trófea, inkább a jó hangulat és a közösségi élmény motivált. Serászkát fogunk csinálni, szalonnát összevagdossuk, megpirítjuk, utána kiszedjük a pörcöt, és ebbe a zsírjába megfogjuk a lepencs tésztát, amit az este készítettem, pirítani, és akkor utána kerül bele burgonya, hát a slambuchoz hasonló. A bogrács ételeket háromtagú zsűri értékelte, akik nem csak az ízeket, hanem az előkészületet és a tálalást is pontozta. Hát én a hagyományos elkészítésnek vagyok a híve, semmi modern technológiát nem szeretek a pörköltekbe. Ugye alapvetően ez egy bográcsos ételnek lett kitalálva, ugye sertészsírral, olyan húsokkal, amik nem feltétlenül jellemzőek mostanában, a kicsit zsírosabb, ugye például a mangalica, a marhahúsnak a lábszár részen, nagyon sok a kollagén. Igazából ez adja a marha, vagy pörköltnek a jellegét, a úgynevezett szaftját, a kollagén, és ezeket fogom majd keresni az ételekben. Ha nem tartjuk be az alapvető pörkölt készítési szabályokat, ugye túl sok lével engedjük fel, mert ugye nem levest főzünk, hanem pörköltet, csak minimális folyadékkal szabad főzni, kivárunk mindenek az idejét, nem kapkodunk vele, lepirítjuk szakaszos párolásnál minden egyes alkalom, hogy megkapja a pörkölt jellegét a főztünk. A zsűribizottság elé kell vinni az ételt, ahol a tagokkal együtt értékelni fogjuk a tálalást is, mint olyat. Természetesen tudjuk, hogy nem profi szakácsokról van szó, ezt azért figyelembe vesszük, de azért most az internet világában már mindenki látott nagyon szép és jó tálalásokat, amit ugye azért illik átvinni már valamilyen szinten az ételekre. A programon a város polgármestere is kötényt húzott és fakanalat ragadott. Csülök körömpörköltet készített a település első embere. Nem egészen hagyományos módon, de majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tavaly pacalt csináltam, és ez egy kicsit megosztó volt. A pacalt vagy valaki nagyon szereti, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy olyan ételt választok, amit szinte mindenki szeret. Egy 6 kg körmöt sikerült beszereznem, és mellé egy olyan 2,5-3 kg csülök. Egyébként csak a köröm van benne, és utána majd következik a csülök. Hivatalosan nevező vagyok, de szeretek főzni, de eddig még a dobogó közelében nem sikerült kerülnem. A 23. alkalommal kerül megrendezésre. Mondhatjuk, hogy alulról jövő kezdeményezésként a város egyik híres szakácsa, mester szakácsa kezdeményezte, és utána a város fölvállalta, és megszakítás nélkül 23. alkalommal kerül el. Itt a városközpontnak, korábban a Kossuth téren, most itt a Túrmezei téren az árnyas fák alatt főznek baráti társaságok, munkahelyi közösségek, civil szervezetek. Nem a legnagyobb városi program, de én azt gondolom mindenképpen a leghangulatosabb, talán egy kicsit a legtamásibb, bár vannak, hála Istennek, környékbeli településekről is résztvevők, de nekem az egyik kedvenc program, ha lehet így fogalmazni, a tamási programok közül. A tamási bogrács mestere versenyhez a hagyományokhoz híven egy közösségi kiállítás is kapcsolódott. Idén klasszikus fűszertartókból állították össze a szervezők azt a tárlatot, amely egyébként a programot követően is megtekinthető lesz egészen augusztus 20-áig a Művelődési Központ folyosó galériáján.